A fél összeadó modul sikeres szimulációja után visszatérhetünk implementálás nézetbe, és felhasználói megkötéseket tartalmazó állományt generálunk annak érdekében, hogy megadhassuk a VADL modulunk be- és kimeneti lábainak megfelelő FPGA portokat. A felhasználói megkötések egy UCF állományba lesznek megadva, ezt hozzáadjuk a projekthez. Mivel egy kombinációs logikai áramkörről van szó, nincs órajelünk, és látható, hogy a félösszeadó modul alá bekerült a félösszeadó UCF kiterjesztésű állomány, amelybe szöveges formában megadhatóak a modulban szereplő A, B bemenetek, illetve a szumma és a keri kimeneteknek megfelelő lábak. A lábkiosztás megadásánál segítséget nyújt a BASIS 2 General UCF állomány, amely tartalmazza az FPGA-nak az összes lábát. Ezek közül kapcsolókat, switcheket fogunk használni a bemenetre, switch 0 és switch 1-et. Ezt a két sort áthelyezhetjük a félösszeadó UCF-be, illetve a kimenetek számára LED-eket fogunk használni, a LED 0 és a LED 1-es kimeneteket. Ezeket is átmásolhatjuk a UCF állományba. A mi bemeneteink A és B, switch 0-ra kerül az A összeadandó bit, switch 1-re a B összeadandó bit, és a LED 0 lesz a szumma, míg a LED 1 fogja jelezni a túlcsordulást. Lementjük az UCF állományt, és generálhatunk egy programozó állományt, amelyet feltölthetünk majd az FPGA-ra. Figyelnünk kell a konzolban megjelenő üzeneteket, amennyiben a programozó állomány generálása sikeresen végrehajtódik, akkor itt a konzolba kapjuk meg a megfelelő üzenetet. Process generate programming file completed successfully, és a generate programming file folyamat egy zöld pipával van jelezve, hogy sikeresen végrehajtódott. Nagyon fontos, hogy az A, B szumma és carry portok pont úgy legyenek megadva, mint ahogy itt az entitás részben deklarálva vannak.